Hozam című hetente jelentkező gazdasági magazinunkat látják, köszöntöm Önöket! Mai műsorunkban szó lesz az életező vendéglátásról és a mélybe zuhanó vadászturizmusról. Megtudhatják, hogy áll az egységes kérelmek beadása Tolna megyében, melynek határideje május 15-e, és szó lesz a megújuló szakképzés egyik pilléréről, a technikumi képzésről. Tartsanak velünk! A koronavírus járvány nagyon nehéz helyzetet eredményezett a turizmusban, vendéglátásban. Az elmúlt hónapok intézkedéseinek hatására csak az ételkiszállítás és az online kereskedelem maradt bevételi forrásként, ami a munkaerőgondokat is magával hozta. A járvány visszaszorulása után a kerthelyiségekben már lehet vendégeket fogadni, valamelyest után újraindulhat a szektor. A koronavírus járvány bejelentése óta zárva voltak a vendéglátóhelyek és szállodák. Hetekig egyetlen fogyasztó vagy üdülő sem tehette be a lábát. A vendéglátók jelentős része csak ételkiszállításból tudott bevételhez jutni, és ennek következményeként veszélybe kerültek az ott dolgozók is. A vállalkozók rendkívül nehéz helyzetbe kerültek, mert az első perctől kezdve 400 ezer ember munkahelye került veszélyben. Itt vidéken is ez eléggé komoly gondot jelent, Budapesten szintén, de mi úgy gondoljuk, hogy meg kell oldani ezt a helyzetet, mert más forrásból ugye ezeknek a vállalkozóknak, ami zöme, mikro és kisvállalkozó, nincs jövedelme, illetve elveszítik elő vagy utóbb a vevőkörüket is, ami szintén hatalmas gond, és gyakorlatilag az a veszély is fönnáll, hogy az alkalmazottai is külföldre fognak szerződni, azaz, ahol már nyitottabb a lehetőségek, például Ausztriába vagy Németországba fognak elmenni. Visszaszerezni őket viszont nagyon nehéz. Vannak ennek veszélyei, hogy vannak már olyan jelek, mert beszélgettünk vállalkozókkal, akik azt mondták, hogy ők bezzeg nem fognak már kinyitni, mert ez már nem olyan jó nekik, és abba fogják hagyni. Én attól függetlenül abban reménykedek, hogy a többség, ez a 80-90% az ki fog nyitni, és folytatni fogja a tevékenységét, sőt, amikor már lehet teljes mértékben, akkor mindenhol rendelkezésére fog állni a ügyfeleknek. A vírusveszély csökkenésével a védekezés új szakaszba lépett, ami a teraszokon és kerthelyiségekben szigorú szabályok mellett engedte a vendéglátást. Az elviteles, illetve a kiszállítási szolgáltatásaink mellett nagyon örülünk, hogy most az itt fogyasztási lehetőség is megjelent, és teljesen próbáljuk az előírásoknak megfelelően biztosítani a vendégeinknek a biztonságát. Éppen ezért az asztalokat is másfél-két méter távolságra helyeztük el egymástól, és éppen ezúton szeretnénk megköszönni a szekszárdi önkormányzatnak, hogy biztosította azt a lehetőséget, hogy ingyenesen tudjuk ezt most igénybe venni, és szeretnénk azt az időt kihasználni, ezt a szeptember 31-i időpontot, hogy addig tudjuk a vendégeinknek ezt a teraszt nyitva tartani. Időszerű volt egy kicsit kinyitni itt a terasz meg az erkélyek itt a vidéki éttermekben igazából. Végét járja szerintem már mindenki, úgyhogy ez egy jó lépés volt. Azt gondolom természetesen azért a higiéniai előírásoknak megfelelően, tehát senki nem jön be, mindenki maszkba dolgozik egyébként a személyzet közül is, úgyhogy erre azért a lehető legjobban odafigyel mindenki. Szekszárdon külön nehézség a borászaton alapuló vendéglátás elmaradása. A borászatok számára azonban az online kereskedés megerősödése újabb utakat nyitott. Most egy picit megindul majd a vendéglátási rész, mivel nyithatnak az étterem teraszok, de mivel a szállodai rész vagy szállás rész még nem nyithat, így ez még várat magára, hogy nálunk szállavendégek üljenek. Hát visszagondolva itt a elmúlt évre nagyon nagy mozgás volt a december időszakban, január-február csendesebb volt, de mégiscsak voltak vendégek, és volt borturizmus, volt például a Kékfrankostól és egyéb más rendezvények. Mostani időszakban azt várjuk egyébként, hogy egy 2-3 hónapon belül újra fölfejlődik ez a borturizmus, és tudjuk fogadni azt a sok vendéget, akit érdekel, mert szekszárdi borvidék és szekszárdi borok. Úgy gondoljuk mi, hogy vissza fog jönni őszre már az a turista mennyiség, vagy turista létszám, ami egyébként is jönne, mivel így, ahogy mondtad is,
a külföldi utazások egy nagy része el fog maradni, és azok az emberek, akik külföldre utaztak volna, és akik Magyarországon utaznak, ők a belföldi turizmus fogják igénybe venni. Tehát én úgy gondolom, hogy lesz egy nagy fellendülés az őszi időszakban. A szexuális borászok nagy része szerintem ki fogja bírni, főleg talán azoknak lesz könnyebb, akik szállítanak multikba is, és nem csak a horekába, étterembe szállítanak, mert ők nekik azért valamilyen részt megmarad a piacuk, meg őnekik lesz, azoknak lesz még talán jobb, akik benne vannak az online értékesítésben, mert azért egy picit most megnőtt az online értékesítés ilyenkor a vírus idején. Úgy gondolom, hogy az online értékesítés egy pici része annak az értékesítési csatornának, ahol mi is, meg a többi barát is részt vesz az ország életében, de aki borértő, borszerető ember, az mikor nem volt online értékesítés, akkor is megtalálta a csatornákat, vagy a pincénél, vagy pedig az áruházláncokban, vagy az éttermekben tudta a borokat fogyasztani. Így most talán megváltozik egy picit az eladási szegmens, azért a vevői szokások is megváltoznak. Valószínű, hogy az online értékesítés növekedni fog, mindig, mert az emberek most hozzászoknak ahhoz, hogy kényelmesebben tudnak bort venni a pénzészetektől. Ez most generálhatja azt, hogy utána, ha hozzászoktam ehhez a jó borhoz online értékesítésbe, akkor lejövök és megnézem a helyszínt. Ez generálhatja ezt, de ez a jövő zenéje, ezt most nem tudnám megmondani előre. A Kereskedelmi és Iparkamara véleménye szerint a vendéglátásból élők számára nagyon fontos volna egy hathatós állami segítség. Ezért harcoltunk is, hogy legyen nagyobb állami segítség. A jelenleg, ami van, ez a bértámogatások különböző formái, hát ez segít is, de azért nem olyan nagy mértékben, mint amennyire mi eredetileg gondoltunk. A hitel lehetőségeknek azért nem jók, mert hát a vállalkozók ilyen helyzetben nem nagyon mernek hitelt felvenni. Az összegben növelni kell a bértámogatást, és valamennyi vállalkozóra terjedjen ki, és a korábbi béreknek, tehát az alkalmazotti béreknek terjedjen úgy ki, mint Németországban, Ausztriában 80%-ig, és nem egyfajta csökkentett bértámogatás legyen. A vendéglátóknak az első lökést a teraszok kinyitása megadta. Azok a dolgozók remélhetőleg, akiket átmenetileg el kellett bocsátani, lassan a forgalom növekedésével újra munkába állhatnak. A vírus veszély csökkenésével, a szigorítások visszaszorításával pedig lassanként újra beindulhat a teljes üzemmenet. Egyik napról a másikra szűnt meg a bérvadáztatás Tolna megyében a koronavírus terjedése miatt, pedig az évente 1,7 milliárd forint bevételhez jutó megyei vadásztársaságok gyakorlatilag ebből tartják fent magukat. A probléma vége egyelőre nem látszik a vadászkamara Tolna megyei titkára szerint. A koronavírus járvány hatalmas károkat okoz a hazai vadászati ágazatnak is. A bérvadáztatások ugyanis szinte teljesen megszűntek, pedig az országosan évente 27,5 milliárdos bevételre szertevő vadásztársaságok jó részt ezekből és a vadhús eladásából tartják fent magukat. A hazánkban több mint 1400 vadászterületről beszélhetünk, minden egyes területnek külön vadgazdálkodója van, ha lehet így mondani, a jogszabály szerint vadászat jogosultja. 22 állami erdőgazdaságunk van az országban, illetve pár nemzeti parki terület. Satszolásom szerint ez egy pár száz vadgazdálkodási egységet tesz ki, ami állami kezelés. A többi az mind tulajdonképpen nagyon nagy arányban, vagy majdnem legnagyobb arányban vadásztársaságok, amelyek a polgári törvénykönyv szerint egyesületek, amelyek azért általában tőkehiányosak, forráshiányosak, és őket fogja jobban érinteni ez a hatás. Tolna megyét kifejezetten érzékenyen érinti a vadászati turizmus bedőlése. Az országnak ez a része az 5. helyen áll a vadászatból származó bevételeket tekintve. Tolnát csak Somogy, Baranya, Békés és Zala megyék előzik meg. Nagyjából 1,7 milliárd forint érkezik évente Tolna megyébe a vadásztársaságokhoz. A bevétel legnagyobb részét pedig egyértelműen a vadásztatások adják. Külföldiek évente 600 millió forintot költenek el Tolna megyében vadászatra, de a hazai vadászoknak sincs okuk szégyenre, ők több mint 290 milliót hagynak az itteni erdőkben. A lőtt vad árából Tolnában 420 millió forint bevétel keletkezik évente, míg a szolgáltatásokból, például a vadászoknak szánt szálláshelyek kiadásából további közel 36 millió forint. Körülbelül országos arányban 70, megyénket illetően 80%-os arányban a bérvadászat teszi ki a bevételi forrást, és az abból származó lőtt vad. Mivel hogy a legtöbb uniós ország lezárta a határait, jelenleg még azért ebben az állapotban vagyunk, így
Egyrészt a külföldi bélvadászok körét jelenleg teljesen elvesztettük. Ennek a felépülése ez nyilván majd akár hónapok vagy hosszabb időt is igénybe vehet, de a hazai bérvadászok körének is egy részét valószínűleg elveszti az ágazat, hiszen ott pedig már-már megélhetési gondok vannak egyes esetekben, így az a vadász, aki tavaly még tudott erre költeni, az lehet, hogy most nem költ. Tehát én úgy ítélem meg, hogy egy nagyon jelentős árbevétel kiesésre lehet számolni és felkészülni ezen ágazaton belül, ami sajnos tovább gyűrűzik, mert ebből finanszírozná a munkaerőt is a vadgazdálkodás, és a vadkárok és egyéb más probléma körre is kihatással lesz ez a bevétel kiesés. Vagyis miközben a vadásztársaságok a bevételeik legnagyobb részét most elbukják, a kiadások nem csökkentek. Országosan évente közel 26 milliárd forintot költenek el az egyesületek, miközben a bevételeik, mint ahogy korábban elhangzott, 27,5 milliárd forint körül mozognak. Tolna megyében hasonlóan alakulnak az arányok. Több mint 1,5 milliárdos kiadás társul az 1,7 milliárdos bevételhez. Ennek legnagyobb részét a vadgazdálkodásra szánt pénzek teszik ki. Erre több mint 870 millió forint jut évente Tolna megyében. A hivatásos vadászok és az egyéb munkatársak bére 412 millió forintos tétel, a vadkárok pedig további több mint 100 milliós kiadást jelentenek, ehhez jön még 170 millió forint egyéb kiadás. A vadásztársaságok dolgát tovább nehezíti, hogy a mostani bevételkiesést újabb követheti még ebben az évben, ha beigazolódik az, amiről egyre több szakértő beszél, hogy a koronavírus ősszel visszatérhet. Attól eltekintve, hogy a vadgazdálkodásban a vadászat a mai viszonyok között, főleg a növekvő nagyodállomány miatt mindennapos esemény, azért szezonális az értékesítés szempontjából, például az őszbak szezon már megy, de jelenleg a piaca az igen-igen gyenge, tehát ezt már egyszer érinti, ezt bepótolni később. Ugyan szeptember végéig tart az idény, de nem tudják majd a vadászatra jogosultak olyan mértékben. Majd aztán következik szeptemberben a gímszarvas, bika, októberben a dámbika szezon, majd aztán a nagyvad hajtóvadászatok, telelővadászatok. Kérdés, hogy meddig húzódik el ez a dolog. Tehát tulajdonképpen ezeneket a szezonokat, ezekből már egyet érintett, és várható szerintem, hogy azért ez ki fog tolódni még a szeptemberi szezonra is. Ráadásul a vadászati törvény szerint hiába nem lehet bevételt hozó bérvadásztatásokat tartani, az éves előirányzott állományritkítást mindenféleképpen el kell végezniük a vadásztársaságoknak. Köteles teljesíteni a vadászatra jogosult, ha tud külföldi bérvadászt fogadni, ha nem tud. Tehát elvileg nem szaporodhat el, gyakorlatilag nyilván akár objektív akadályai is vannak helyenként annak, hogy a vadállomány hasznosítása olyan formában is mértékben történjen, mint az előző években. Tehát igen, vélelmezhető egy ilyen is, hogy valamilyen állomány növekedést ez generálhat. A vadásztársaságok tehát most nem csak a bevételeik nagy részétől esnek el, miközben a kiadásaik nem csökkentek, de az is előfordulhat, hogy a bérvadásztatás leállása miatt az országban lesznek olyan területek, ahol nem tudják majd a vadászok a törvényben előírt feladatukat teljesíteni. Néhány napjuk maradt már csak a gazdálkodóknak a terület alapú támogatási kérelmek benyújtására, a határidő május 15-e. A koronavírus járvány miatt idén a falugazdászok telefonon segítenek, csak a legszükségesebb esetben van lehetőség a személyes konzultációra. Az új rendszer egyébként nem okozott fennakadást. Április 6-án indult az egységes kérelmek beadási időszaka, május 15-ig lehet szankciómentesen, vagyis a teljes összeget kérelmezni, utána már napi 1%-kal csökken a támogatás. Eddig viszonylag könnyű dolguk volt a gazdáknak, a falugazdászokkal közösen elkészítették a kérelmet, és a beadásban is segítséget nyújtott az Agrárgazdasági Kamara hálózata. Az idei év annyiban mindenképp különleges, hogy most csak a legszükségesebb esetekben lehet személyesen találkozni a falugazdász. Továbbra is segítenek, de csak telefonon. Úgy tűnik, az új rendszer mégsem okozott fennakadást. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy mind a falugazdások, mind a gazdálkodók gyorsan alkalmazkodtak a koronavírus járvány okozta szokatlan helyzethez, és a döntően telefonos ügyintézéssel lebonyolított beadások zökkenőmentesen zajlottak. A gazdálkodók nagyon együttműködőek és segítőkészek voltak. Összesen 3218 kérelem beadásában segítkeztek a Tolna-megyei falu gazdászok. Ebből a 3218 kérelemből 3190 darabot telefonos eljárással rögzítettek a falu gazdászok az online kérelembeadó felületen. Személyes ügyintézéssel járó kérelem beadására eddig összesen 28 alkalommal került sor.
Nagyon fontos megjegyezni, hogy személyes ügyintézésre csak előre egyeztetett időpontban van lehetőség. Ez abban az esetben szokott előfordulni, ha bonyolult a beadandó kérelem, vagy technikailag máshogy nem lehet megoldani az elkészítését, beadását. A személyes ügyfélfogadás akkor kerül sor, hogyha a falugazdász kolléga már ismeri annyira a gazdálkodót, hogy neki egy komplikáltabb kérelme lesz, vagy egy nagyobb gazdálkodóról beszélünk mondjuk, illetve abban az esetben is előfordulhat, amikor telefonos egyeztetés alapján nem tudják beadni a kérelmet. Mondjuk ez inkább a ritkább eset, amikor ez nem valósul meg. Tehát valóban a nagyobb gazdálkodóknál, komplikáltabb táblarajzoknál fordulhat elő. Ebben az esetben is a teljes biztonságra törekednek. A kamara számos biztonsági szabályt vezetett be, illetve a falugazdász irodákat a szigorú ügyfélfogadási előírásokhoz igazodva alakította át, egyúttal ugye biztosítva az alkalmankénti ügyfélfogadáshoz a megfelelő minőségű és mennyiségű higiéniai feltételeket és fizikai védőeszközöket mind az ügyfelek, mind pedig falugazdászaink számára is. Az előző évek adatai alapján május 15-éig összesen a megyénkben hozzávetőleg egy 4000 kérelem beadása várható, azaz a hátra lévő napokban körülbelül 800 kérelem benyújtására lehet még számítani. A falugazdászok folyamatosan dolgoznak, ők is keresik az ügyfeleket, és őket is lehet hívni. Időpont egyeztetésre a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara központi ügyfélszolgálatán van lehetőség. A járvány terjedésének lassulásával az élet ugyan néhány területen kezd visszaállni a normális kerékvágásba, de a kamaránál jelen pillanatban nincs szó arról, hogy lazítanának a bevezetett óvintézkedéseken, ezért nem érdemes várni. Az eddig évek alapján ugye az a tapasztalat, hogy az utolsó hetekben mindig egy nagyobb roham van a kérelmek beadását tekintve, de azt gondolom, hogy a kollégák felkészültek erre a helyzetre, és egyébként szépen haladunk, időarányosan is jól teljesítenek, úgyhogy azt gondolom, hogy nem lesz probléma a határidő betartásával. A kamara egyébként méri ügyfelei elégedettségét, ez alapján bevált a veszélyhelyzetre kialakított rendszer. A kamara készített nemrég egy felmérést azon tagjaink körében, akiknek már telefonos ügyintézés keretében beadtuk a kérelmeit. A megkérdezett tagjaink több mint 80%-a kényelmesebbnek tartotta a telefonos ügyintézést a felmérés alapján. Minden második ügyfelünk jövőre is szívesen adná be telefonos segítséggel a kérelmét. Ráadásul kétharmaduk más ügyeit is szívesen intézné inkább telefonon. Azt gondolom, hogy ez alapján büszkék lehetünk arra, hogy nem csak, hogy teljesítjük a feladatot ebben a rendkívüli helyzetben, és beadjuk a kérelmeket, hanem még csak kényelmetlenséget sem okozunk vele a tagjaink számára. Így talán az sem elképzelhetetlen, hogy bizonyos ügyekben a vírus után is megmarad a telefonos ügyintézés lehetősége, de a megyei igazgató kategorikusan kijelentette, hogy erről egyelőre nincs szó. Most a legfontosabb, hogy a május 15-éig hátralevő időszakban valamennyi egységes kérelem beadása megtörténjen. Megújul a szakképzés Magyarországon. Ennek egyik pillére az 5 éves technikumi rendszer, melyben számos piacképes szakmát lehet úgy elsajátítani, hogy közben érettségit is szereznek a diákok. A technikumi képzés egyik sajátossága, hogy megkönnyíti a felsőoktatásba kerülést. A képzés során ráadásul ösztöndíjat kapnak a diákok, a sikeres vizsgát követően pedig több százezer forintos sikerdíj jár nekik. Idén tovább nőtt a szakképzésbe jelentkező nyolcadikosok száma. A középfokú oktatásban tovább tanulók csak nem kétharmada a megújuló szakképzést választotta. Ez azt jelenti, hogy ősztől közel 34 ezer diák kezdi meg a tanulmányait az új rendszerben. Ez sokkal nagyobb szám, mint az előző másfél évtizedben bármikor, tájékoztatott az Innovációs és Technológiai Minisztérium közleményében. Megújult ugyanis a szakképzés Magyarországon. 5 éves technikumi rendszert vezettek be, a Szekszádi Szakképzési Centrum tagintézményeibe is jelentkezhettek a nyolcadikos tanulók tovább tanulni. Már itt vannak a gólyáink, mindazok a nyolcadikosok, akik hozzánk jelentkeztek, megkaphatták azokat a határozatokat, amiket kiküldtünk nekik, hogy fölvételt nyertek a Szekszádi Szakképzési Centrum tagintézményeibe, vagy elutasítást kaptak.
Nagyon nagy örömmel tudok arról beszámolni, hogy egyre népszerűbb a megújuló szakképzés új iskolatípusa a technikum, hiszen egy csomó vonzó új lehetőséget kínál úgy a tanulók számára, mint a családjaik számára, mint a duális partnerek számára. Az egyik és talán legérdekesebb, hogy ebben az 5 éves iskolatípus képzésben egyszerre szerezhetnek a tanulók érettségit és szakmát. De ami talán a tanuló számára legfontosabb, hogyha itt végez, akkor biztos munka lehetősége lesz a munkaerőpiacon, úgy Tolna megyében, mint a tágabb értelembe vett régióban. Ugyanazokból a tantárgyakból kell érettségit tenniük az idejáróknak, mint a gimnazistáknak. 12. év végén 3 tantárgyból tehet közismereti tárgyból előrehozott érettségit, majd a 13. év végén kell letegye a technikusi vizsgát. Én azt gondolom, hogy ezáltal lényegesen egyenletesebbé válik minden tanulónak a terhelése. De amit a cégek már nagyon régóta fogalmaznak meg, igényt, hogy használható nyelvtudással rendelkezzen az iskolából kikerülő tanuló, én azt gondolom, hogy ennek a technikum biztos meg fog felelni, hiszen az 5 év során igen magas óraszámban tanulják a tanulók a nyelvet. Azt gondolom, hogy a cégek szempontjából is nagyon fontos változás, hogy hozzájuk igazodó kompetenciákkal fognak kikerülni a tanulók a munkaerőpiacra, és ez azt gondolom, hogy nagyon jó. A technikumi oklevél egyébként emelt szintű érettségének is számít, ami előny a felsőfokú képzés bejelentkezés során, mondta el az igazgató. Ráadásul az 5 év során megszerzett ismeretek birtokában a felsőoktatási időszak is nagyban lerövidülhet. Továbbá előnye a technikumi képzésnek, hogy a következő tanévtől teljesítményük alapján a diákok is többletjuttatást kapnak az új ösztöndíjak formájában. A kezdet-kezdetén 8000 forintos ösztöndíjat fog kapni, majd mikor a duális partnerekhez kerülnek a tanulók, akkor ez már korrekt munkabérre fog alakulni, és hát fog kapni egy egyszeri sikerdíjat akkor, amikor végez a tanuló és leteszi sikeresen a szakmai vizsgáját. Ennek összege egyszeri akár 300000 forint is lehet. A sikerdíj összege szintén a tanulmányi eredménytől és a munkavégzés minőségétől függ majd. Csapó Gábor azt mondja, a most érettségizők is jelentkezhetnek technikumi képzésre. Nekik 2 évet kell tanulniuk, hogy megszerezzék ezeket a végzettségeket. Sőt, még a jelenleg dolgozók is jelentkezhetnek technikumi képzésre. Mindazok, akik munka mellett tanulni vágynak, azoknak is lesz lehetőségük ezen képzési típusra jelentkezni, de szeptembertől egy egészen új, megújult módon. A felnőttek képzése annyiban megújul, hogy mindazok, akik bennünket választanak, egy előzetes tudásmérésen kell átessenek, és amennyiben egy adott szakmához kapcsolódóan rendelkeznek alaptudással, valamiféle képességgel, készséggel, úgy ezt már nem kell elsajátítsák a képzés során, és egy munkához igazodó, sokkal rugalmasabb rendben fogják tudni megszerezni a technikus képesítésüket a jövőben. Csapó Gábor elmondta, tagintézményeikben vannak még szabad helyek, így a következő hetekben lehet még a technikumba jelentkezni. További információt a Szekszárdi Szakképzési Centrum honlapján lehet találni. Hozam című gazdasági magazinunkat látták. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! A műsor támogatói: Szekszárdi Szakképzési Centrum, a szakmád a holnapod, Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara.